2019-ben 30 ezeren sikertelenül és 64 ezeren sikeresen nyelvvizsgáztak angol nyelvből, derül ki az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ adataiból. A magyar fiatalok idegen nyelvtudása az uniós átlag alatt van. Egy 2018-as felmérésből kiderül, a 15 és 30 év közöttiek 29%-a csak anyanyelvén tud írni és olvasni. Egy felmérés szerint az Európai Unióban csak Nagy-Britanniában beszélnek kevesebben idegen nyelveket, mint Magyarországon. A tanulmányból kiderül, a magyar 15 és 30 év közötti fiatalok 29%-a csak anyanyelvén tud írni és olvasni, 43%-uk tud egy idegen nyelvet, 26%-uk pedig kettőt. Az EU-ban átlagosan 20-43, illetve 27% ez az arány. Ami még nagyobb probléma ettől, hogy hazánkban a tudás alapja a papír. Sokan úgy gondolják, valaki akkor beszél jól idegen nyelveken, ha azt egy papír is bizonyítja. A sikeres nyelvvizsgázók közül azonban sokan a bizonyítvány megszerzése után nem használják a nyelvet, így egyre inkább elfelejtik azt, vagy már alapból meg sem mertek szólalni. Ez azért is probléma, mert egy állásinterjú során a gyakorlatban kell bizonyítani az idegen nyelv tudásunkat, nem csak a bizonyítványt kell bemutatni. Vendég a stúdióban Lugosi Mónika angol tanár. Sokan köszönjük, hogy itt van nálunk. Ön is alá tudja támasztani, tényleg elég és irgalmas a helyzet. Évről évre vannak próbálkozások ezzel kapcsolatban, de még mindig nem sikerült előre haladni. Igen, így van. Bár némi nemű javulást már látok egy-két program bevezetésével. No, melyek ezek a programok? Én nagyon tudom támogatni például a két tannyelvű oktatást, ez már 1999 óta bent van Magyarországon, amikor emelt óraszámban tanítjuk már általános iskolában az idegen nyelvet. Ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség, és mindig vannak olyan programok, amik idegen nyelvi környezetben helyezve segítik a nyelvtanulást, és motiválják a tanulókat arra, hogy minél jobban elsajátítsák a nyelvet. Nem sokára fogunk erről beszélni, de ön szerint egyébként mi lehet a probléma? Mi magyarok miért nem szeretünk, akarunk, tudunk idegen nyelven beszélni, hiszen azért az angol például az már egy olyan általános nyelv, ami gyakorlatilag körülvesz minket, enélkül már nem igazán tudunk boldogulni. Egyrészt a nyelvünknek a szerkezete és a mi szigetszerű nyelvkultúránkból adódik, hogy azért nekünk egy bonyolult nyelvünk van, tehát második helyen lehetőség szerint a legnehezebben elsajátítható nyelv, és ebből következik, hogy nem sokan akarják ezt elsajátítani, tehát mindenképp nekünk kell nyitni a felé, hogy új nyelveket tanuljunk, de olyan sok szókészlettel és olyan sok betűtípussal és szóval rendelkezünk, amit esetleg más nyelv nem birtokol, és ezért nehéz az átvezetés az egyik nyelvből a másik nyelvbe. Természetesen erre megvannak a módszerek, minél kisebb korban kezdjük el tanítani, annál könnyebben megy a nyelvtanulás és az elsajátítás. Minél kisebb korban, de mégis mikor? Mert hogy azért lehet hallani pro-kontra ellenérveket, hogy azért a túlkorán sem olyan nagyon jó. Igazából, ha belegondolunk, hogy egy két nyelvű családba beleszületett gyerek automatikusan el tudja sajátítani a nyelvet, akkor azt gondolom, hogy bármikor el lehet kezdeni ezt az oktatást. Igazából itt az intézményi keretek között történő oktatásnál van inkább egy pici pro és kontra. Már óvodáskorban elkezdik, vagy általános iskola alsó tagozatában, első osztályban elkezdik a nyelvoktatást. Én azt gondolom, hogy ha megfelelő módszerekkel játékosan a gyerek nyelvi szintjén próbálják ezt átadni, akkor mindenképp egy motiváció lehet a gyereknek. A ritmus, a hangzás elsajátítása már ilyen kicsikorban sokkal hatékonyabb, mint amikor később felnőtt fejjel kezdünk el nyelvet tanulni. A nyelvtan mennyire fektet nagy hangsúlyt mostanság? Hát régen ugye mindig kérdés volt, hogy ugye túlságosan fontos volt az igekötőknek a megfelelő használata például az angolnál. Mostanság is ez problémát jelent? Túl nagy hangsúlyt fektet a magyar oktatás erre, mint amennyire kellene? Hála Istennek azért már annyira nem. Régen volt ez nagyon divat, amikor egyeduralkodó volt egyfajta intézmény, aki nyelvvizsgáztatott, és ott a nyelvcentrikus, nyelvtancentrikus oktatást mérték. Igen, az volt a mumus. Az volt a mumus, így van. De amióta bejöttek a külföldi nyelviskolák, illetve a külföldi alapú vizsgáztatás, azóta már egyre jobban a gyakorlatias nyelvtudást mérik. Tehát igazából már nincsenek olyan nyelvtanközpontok, inkább a szövegkörnyezetben helyezett feladatmegoldások jelentik a változást, illetve a szóbeli vizsgán is inkább a gyakorlatias nyelvoktatást követelik, és természetesen a munkaerőpiacon is megváltozott a helyzet. Most már nem elég csak a diplomát, illetve a nyelvvizsga bizonyítványt bemutatni, hanem ha egy interjúra megyek, akkor szemtől szemben idegen nyelven interjúztatják meg a leendő munkatársakat.
Ön szerint ugye volt egy olyan gondolat, hogy akkor lehet majd csak belépni a felsőoktatásba, hogyha nyelvvizsgával rendelkezik az illető, aztán ezt kicsikét elhalasztották. Ön szerint reális egyébként az, hogy középiskolában már egy nyelvvizsgával rendelkezzen az illető, középfokú nyelvvizsgával? Igen, követelmény szerint reális, tehát igen, azt gondolom, hogy annyi információforrás és munkalehetőség van, ami a nyelvtudáshoz kötött, hogy mindenképp kellene erőltetni, illetve fokozni ennek a teljesítő képességét, csak az a baj, hogy vannak még hézagok, ami az átmenetben nagyon nagy nehézséget okoz. Ha most ezt bevezették volna, hogy a nyelvvizsgához kötött a felvételi, akkor rengetegen kimaradtak volna a felsőoktatásból, és ez rengeteg dolgot meghatározott volna, hát azért a felsőoktatásban dolgozó kollégáknak a munka idejét is, illetve a kimeneti dolgokat is nagymértékben befolyásolta volna. Tehát azt gondolom, hogy ez reális volt, egy reális felmérés volt, hogy elcsúsztatták ezt a lehetőséget, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem megoldás. Tehát mindenképp a nyelvoktatást kellene előtérben helyezni. Középiskolában elsajátítani akkor mondjuk középfokú szinten a valamelyik nyelvet, az reális, hogy órá kereteket, tehát tanmenet mellett, vagy mindenképpen kell magánóra plusz óra? Az a probléma, hogy reálisnak kellene lenni, tehát hogy, de nagyon sok tényező befolyásolja. Egyrészt az, hogy általános iskolában nagyon sok helyről jönnek be egy középiskolába a gyerekek. Ez a sok iskolából, akár vidékről, nagyvárosokból bejövő tanulási ismeret, ez nem azonos. És a középiskola igazából erre nincs felkészülve. Az lenne a legjobb, hogyha az elején felmérnék a helyzetet, és azok a gyerekek, akik már túljutottak azon, hogy egy középfokú nyelvvizsga szintjén legyenek, mert ilyenek is vannak, sőt, felsőfokú nyelvvizsgázók is vannak már általános iskolában, és ha egész magas óraszámban tanítjuk az angolt, akkor ezeknek a gyerekeknek más lehetőséget kellene biztosítani, de sajnos van olyan középiskola, és nagyon sok középiskola 10-11-ben engedi például az osztályozó vizsga letételét, és utána mehetnek előrehozott érettségivel ezek a gyerekek, és addig bent ülnek az iskolapadban, úgyhogy ők már azon a tudásszinten túl vannak, mint amit oktatnak. Természetesen az is befolyásolna, hogyha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, akkor hány pedagógust érintenek középiskolai szinten, ugye az óraszámoknak a csökkenése, növekedése kapcsán, tehát nem egy egyszerű ez a helyzet. De azt gondolom, hogy ha egy reális felmérés lenne, akkor ezeket a gyerekeket kellene engedni jobban, hogy önállóan végezzék a dolgukat, akik már a középfokú szinten túl vannak, akár egy másik nyelvre koncentrálva is. És a papír sem minden, tehát egy idő után nagyon kopik. Nagyon tud kopni? Mi a tapasztalat? Igen, igen, tehát hogyha nem, a napi szinten nem használja a nyelvet, akkor nagyon tud kopni a nyelv, így van. Uh-huh. Említette a programokat, amelyeket most kitaláltak. Önnek mi a véleménye például arról a programról, amelynek keretében akár két hetes külföldi tanulmányút során tudják erősíteni a nyelvtudásukat a tanulók? Szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, ez egy külföldi nyelvtanulási program. Igazából 2017-ben volt Göteborgban egy ilyen konferencia, és ott vetették már ennek a lehetőségét föl, és a kormány meglátta, hogy valóban kell tenni valamit a nyelvoktatásért. Az ő mérésük szerint, tehát a kormány felmérése szerint nem az óraszám emelésében kell megvalósítani a nyelvoktatásnak a minőségi javítását, hanem külföldi környezetben helyezett nyelvoktatásnak a preferálásával, és ezáltal gyakorlatilag motivációt kapnak a gyerekek a nyelvtanulásra, valóban egy idegen nyelvi környezetben tudják elsajátítani az élő idegen nyelvet, ami egy gyakorlatias nyelv tanulás is. Na de mégis hogyan lehet két hét alatt erősíteni, vagy elsajátítani, fokozni ezt az angol nyelvtudást, vagy a nyelvtudást inkább? Egyrészt a program arról szól, hogy külföldi nyelviskolák, akik alkalmasak erre a projektnek a véghezvitelére, ezekhez nyelvtanfolyamokon vesznek részt a diákok. Az ottani külföldi nyelviskola méri föl az aktuális szintjüket, és a két hét alatt minimum 20 órában kell részt venni ilyen nyelvi órákon, és ehhez még hozzájárul a különböző szabadidős tevékenység, ami szintén benne van ebben a keretben, kirándulások, városlátogatások és egyéb szabadidős programok, amik szintén erősíthetik a külföldi gyerekekkel való kapcsolattartást. Még hozzájárul az is, hogy családoknál vannak elhelyezve, tehát élő környezetben gyakorolhatják a nyelvet, illetve kollégiumi környezetben is lehetőség a szállás megoldásra. Itt pedig különböző nációk gyerekeivel együtt egy közös nyelvet gyakorolva azt gondolom, hogy nagyon hatékony lehet. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.